Sziasztok, itt Ulyász után! Folytatjuk a Peace Fire Disciplinary Trials and Tribulations második epizódját, a második nyomozással. Legutóbb a lopási bet megcsináltam, de később kiderült, hogy csak utána fedezték fel Kay Brewer holttestét, így Ron Delightot újra vissza kell küldeni a fogdába a gyilkosság vágyával. Úgyhogy ez most már egy gyilkossági nyomozás lesz. Tehát ez az első nyomozás az lopásod, most jön a gyilkosság. Október 13, 3 óra, 2 perc délután, de Wright & Co. törvényiroda. Örül, hogy megtalálták az urnát, de hát megint letartóztatva. Azt már tudjuk, hogy a CEO irodában volt, amikor a gyilkosság történt. De ez nem veszi be. De az egyet, aki bizonyította, hogy ott volt Delight, az én vagyok. Sajnos emiatt nem lett vége a tárgyalásnak. Hogyha vesztettem volna, akkor meg helytéték volna a tolvajnak. De egyik sem jó. Hát egy jó munkát végeztem ezzel. A kávé biztos kivállalat, ne kell nyomozni a gyilkosság után. Például azt mondja, hogy vissza akart, visszamegy Kulain Village-be. És miért? Visszaviszi az urnát, és szeretné, hogyha néhány ember megnéz. Jó ötletnek tartja. Majd akarna menni vele, de például azt akarja, hogy Maja maradjon, de azt gondolja még mindig, hogy szenes pár vagyunk. Élénk a fantáziája. Ne felejtjétek, semmi harc, oké? Elment. Akkor most jött a gyilkos... De előbb egy kis beszélgetés. Beszéljünk is itt az urnáról. Ami az urnát illeti, ott van valami furcsa. Hát ez hogy tudja feltenni? A két esetében nem lehet mit mondani. Ezen az urnán I am van. De most Ami urnát mutat. És rózsaszín festék van rajta. Azok nem voltak ott korábban. Már nem tudja, hogy egy évvel ezelőtt, amikor az urna eltörött. Egy évvel ezelőtt pörtölt el azt a urnát, és így jött ki IM-re az urna. De amikor el volt törve, akkor nem voltak rajta rózsaszín festékek. Azt gondolja, hogy hamis az a urna. Ezt kell kideríteni, hogy hamis-e vagy nem. Már régen mi nem tér vissza a faluba. Mert még mindig van edzés a faluban. Hát edzeni kell az, hogyha médium akarsz lenni. Miért nem tréningezték korábban? Egy dojo? Egy idéző dojo? Hey, komolyan veszi a dolgot. Hát hogyha edzeni akarsz, akkor komolynak kell lenned, de
még egy tragédia fog történni. A tavalyi dolog aggasztja őt igazán. Gyilkosság történt abban a faluban, de ami azért volt, mert egy idézés rosszul sült el. Ha egy médium használja a képességét, akkor elveszti az akaratát. De hogyha valami erős szellem idéződik a destében, képes akár bűnökre is. De a szellem médium nem emlékszik arra, mi történt. Ez nem a te hibád volt, ugye tudod? Hát emlékszünk vissza a Justice for a második epizódjára. Valahogy a gonosz nagynénye hitette el vele, hogy ő csinálta a rosszul az egészet. A what to do az nem fontos. Egy mi detektív agency, ide nem kell menni. Detention Center az még várhat. Ezzel menjünk The Mask Rejtek helyéhez. This is the line. Most azt akarja, hogy segítsen Ronnie. Még egyszer. Hát én, de... azzal segítettem neki, azzal jobban átadtam neki. Úgy most megvádoltam. Biztos abban, hogy nem gyilkos, hiszen szerintem Ronnie még a lényeg is rá. Hát örül neki, hogyha segít. Segíthetek. Hát ő már nem tudja, hogy hogyan tudna. Ron Delight. Hát nem van rá, hogy gyilkolna. És ő sem gondolja ezt. De azt el kell ismerni, hogyha elég hangos tudám lenni. És elég ideges. Hát ez nem elképzelhetetlen, hogy azt mondja, gyilek, hajj meg! De ezt ő nem mondom. Valamiért a hő mondani akarta folyton, hogy rabló. Ez fantázia szerintem, mi? Hát te is a fantázia világban. Szerintem nincsen titkok közte. Hát nem a rabló típus. Szerelem első látásra. Tehát szerelem első látásra ezen veletek házasok. Most Mr. Pinocchio-ról kérdezősködjünk. Szerintem utálja az ázdetektíveket. Hát velük nincs semmi baja. De csak utána olyan rablókat, akik ászdetektívnek mondják magukat. De nem szereti a gyávákat.
De miért mentél Mr. Pinocchio irodájába? Hát te ki akartad deríteni, hogy az igazságot az igazi bűnözőről. Hát Mr. Pinocchio tudott a Master Mask-ról, mert engedek mindent. Még tévében is megemlítették egyszer. Róla 2000-es könnyű akartál? Hát 2000-es könnyű akart nála, hogy megmentse az emberi. Vagy a féri. Azt mondták, hogy Mr. Pinocchio nem volt ott. Szóval önként ment be a rejtek helyéhez. Észrevette azt a táskát, amit mi is észrevettünk. Most a biztonsági váltók kérdésküldjünk. Tudsz valamit kávé biztonsági váltról? Igen. Ő tudja, hogy Rory ott dolgozik. Szóval legalábbis én mindig úgy gondolom. Gola tudom, azt is tudta, hogy régebben alkalmazott volt a kávé biztonsági váltnál. Egy biztonsági őr szakértő volt. De valami kiszállt, és nem dolgozott. És a feleség ezt bizonyára nem tudja. Motorral 20 perc odaérni a biztonsági vállalathoz. De a kocsival 30 perc. Elég gyors, hogy odaérjen. Ezt szívesen elvinne motorra. De Phoenixnek ez nem tetszik. Megkérem őt, hogy mondja, hol van a biztonsági vállalat. Szerintem első látása. Mit lehet arról tudni? Ronny egyszer megmentette az életét. Két rabló támadott rá. Próbált visszavágni. Kés volt náluk. Le volt törve sírástól. Hát oda hozzá még mentse. Hát ki, erős hangon kiáltott rá. Please stop it! Félelmetes hangon beszélt velük, ez biztosan elijesztett őket. Félelemből támadott rájuk. Ez biztosan megijesztette a rablókat. Még akkor is, hogy ha veszélyben lett volna az élete. Hát kockáztató az életét érte. Nice story. Szóval ezért volt szerelmes lenni. Mert ilyen veszélyes dolgot bevállalt a férje. Hát remélem, hogy én is ugyanazt fogom tenni, hogyha őt is.
most már szírod a füleket. Október 13, KB biztonsági vállalat. CEO iroda. Elég vastagok a falak. Itt van Gansu detektív. Hát ez a ű, ez a maszkos ügyész hülyét csinál velem. Ez a kávés buzi, aki lekávézott leutóbb. Jó van, akkor most ez úgy utílik, és mi történt? Lehet nem kéne mondania. Hogy a szívünket így bevennék, tennék a munkába. A dolgok bizonyára ellenünk dolgok. A dolgok ellenünk dolgoznak, most is segítségre van szükség. Hát csak desírja. Tehát az áldozat Kane Bullard. A KB biztonsági vállalat főnöke. 9-kor fedezték fel a holttestét. És október 12-én, 1 órakor este történt a gyilkosság. Lehet is okozhatta a halálát. És akkor történetet állítólag, amikor Mastermind ellopta az út. Na, itt a boncolás jelentés. Miért tartod egy napig felfedezni a holttestet? Hát van egy jó magyarázat erre. Valaki a szél bezárta. És elég nagy szép, ebben a nagy szépen. Itten. Hát senki nem hallott róla, és amikor kinyitották a széfet a reggel, kijött. Szóval ott is leesett. Billiát! Még mindig nem ütettek. Hássuk mi az egy Mr. Pinocchio-val. Hát fogdában van, és úgy kiált, mint egy őrült. Azt kiáltja, ki akarsz nyomozni megint? Hát... hát ez az, amit érdemelt, ez biztos. Ezt akarta hallani tőle. Ez mindig ott volt, amikor az a kártya megmutat. De amikor a lopás történik, mindig eltűnt. A bűtény helyszínén rejtőzködött. Ez a leggagyibb dolga, amit hallott.
Szóval ebből jöttünk rá, hogy tolvaj. Szóval itt utal, ez majd magyarázza, hogy azokat az elopó dolgokat ugye tudtam megszerezni. Ez bizonyára azért tehette, hogy jó detektívet játszol. De amit nem tudnak megérteni, az első lopás. A Tear of Emenand ügy. Van erről egy újság. Amikor a tolvaj letartóztatás alatt volt. Itt felmerül az a kérdés, hogy vajon ellopták-e azt a... ezt az ékszert. Lássuk, mit tudunk erről a kávés buziról. Hát igazán nem kedveli azt a buzit. Az ötletei, hogy hogyan használja fel Mr. Delight ellen azokat a bizonyítékokat. Hát bizony, hogy ahogy tette, mert tudta, hogy ez több fájdalmat is okozhat neki. Ez mondja neki a bele. Ki ez a maszkos mániákus? Hát így rejtvény, az biztos. Korábban nem hallott róla. Csak úgy megjelent az ügyészi irodában, és a semmiből bukkant elő. Hát ez nem véletlen, ugyanis ez volt az első ügye az ügyészetnél. Mégpedig ellenem. Hát és egyértelmű, amit most fogtok tudni, mert azt képes, hogy kezdő egyáltalán nem amatőr. Erre van egy érdekes magyarázat, de ez csak a negyedik epizódban derül ki. Jégember a tárgyaláson. És egyértelmű biztos, hogy rossz, amit már szétsőr. Ettől bárki liba bőrös lehet. Még a detektív is libabőrös lett tőle. Hát kérdezősködni akart vele kapcsolatban, de senki nem beszél róla. Ez a kávésbozé úgy viselkedik, mintha ismerne engem be. És elég ellenszenves, ha nem szemben. Elég sötét titka van, hogyha ennyire le akar győzni. Még egy dolgot muszáj tudni. Ki ez a Kane Bullard? Shane Bullard! Blue Bart? Hát nem tudom, nem tudhatod róla semmit, hiszen ő volt az áldozat a lopási peren. De most már Bullard az áldozat, mint áldozat. Tehát reggelig nem fejezték fel a hótestét. Hát kissé meg van szava. Hát úgy dadog, mint egy idióta.
Milyen vállalat ez? Ide küldik a biztonsági csapatot, hogy őrizzék az épületet. Hát titkokat fedez, titkokat tanul meg valakit. Olyan pénzásónak nevezik. Ő is szereti a pénzt, de sose kapott eleget. Elég ravasz húzása is voltak, hogy keresen milliókat. Ravaszabb akar lenni. Kereskedelmi titkokat adott el rivális vállalatoknak. Hát elég piszkos trükkjei voltak, az biztos. De volt némi titok Mask to Maskról is. Ebben ő is benne volt. Bizonyára le akarta buktatni. Mask to Mask. Szóval azt a zsarolólevelet tényleg Bulát csinálta. És általag Ronnak küldhette. De nem biztos. Most ez a biztonsági szoba. Itt dolgozik Larry. Szóval itt dolgozik, igen. Hát nincs semmi baj a nappali. Hát daytime. Nem zavar őket a nappal, bizonyára lehet, hogy éjszaka dolgozhat. Bulát gyilkossági ügyében nyomozunk. Reménytelen nyomtalan. Hát jó infó van a számomra. De Majával akarja megosztani. De én egy különböző sztori vagyok. Hát azt hittük, hogy iskolai haverok vagyunk. Az akkor volt, de az most van. Hát nem adhatja csak úgy az információkat ingyen. Akkor domesztegetni. Beszélni vele, Maja? Tehát Ron Delight ilyen alkalmazott volt. Egy évvel ezelőtt Ron Delightot kirúgták. Ez csak úgy megtörténhetett.
hát elég kis vállalat, de nem olyan borzasztó. Hát egy rosszat terhetett, hogy kirúgták. Biztonság kijön. Hát elég kemény ez a meló. Figyelni kell a monitorokat minden egyes alkalommal. Ezeket itt. Itt biztonsági kamerák vannak minden szobában. Hát úgy érzi, mintha kiesne a szeme. Ha van gyanúsat lát, akkor... A csapatból valakivel beszélnie kell. A biztonsági csapattal. Ebben a vállalatban. Ők a legjobbak a szakmában. Ők, hogy nem amatőr. De hogyha kis dolg az, akkor nem hívná őket. Tehát már szóval, hogy nézhette a tévéket végig. Bűtény helyszínén. Amikor gyilkosság történt, itt voltál, ugye? Miért kérdezed? Hülye! Te voltál a biztonság vezetője. Ne kenj rám be! Ne próbálj rám kenni az egészet. Ez nem fel. Ugye este itt voltam. Kétféle titkot őriz. Tudtam, hogy van muzik, és ez biztos, hogy jobbátsz. Ez akkor volt, hogy most. Ne, hát most leveltem ezt a két szájlokkot. Úgyhogy itt az idő megint szájlok feladásra. Take that! A gyilkosság este. A büntény estjén keményen dolgoztál, hogy kellett volna? De nem loptál ennyien, de csak úgy meglátogass Miss Delightot? Ez akkor volt, és ez ez. Van arra esély, hogy ellopta az este? Egy dollárt tesz fel rá, hogy nem lógottam. Hogy van egy bizonyítékom, hogy ellógtam? Hogy ellógtam? Take that! Ez a bizonyíték, ez a buksa. Hazug! Miss Delightnak küldted ezt a buksát? Hát azért nem emlékezhetik. Hát mindenre. Ez valami hülye vicc. Ez történt tegnap. Hány óra volt, mikor megtaláltad azt a buksát? Egy órakor reggel, az első emeleten. Szóval lógtál a vállalattól. Egyetlen is történt.
gondoltam. A munkája nem... 10 óráig nem tartott. Tehát a gyilkos... bizonyára betolakodhatott korábban. Hogy érted? Hogyha a gyilkos betölt délután 10 óra előtt, akkor nem az én hibám. Az annak a hibá, aki betölt. Hát úgy tűnik, már megint nem vesz valami komolyan. És most itt az idő a következő bizonyítékot bemutatni. Úgyhogy gyilkos bizony betöltett az irodába. Tényed! Larry, amikor használod a keycardot, akkor bizony ti is adódik, hogy ott voltál. De azt nem volt. Az a perem már kiderült. Nem tudta. Még arrangás, az biztos. Az adat szerint... Azt írja, hogy a iroda nyitva volt ezzel a kártyával. És egy órakor volt használva. És valaki használta. És amikor neki így kellett volna lennie, hát valamiért nem végez rendesen a munkáját. Amikor megtörténhetett a gyilkosság. Már megint felelőtlen. Hibátlan. Lássuk, mi a mentséged? Igen, az ő hibája. Magát hibáztatja a főnök haláláért. Egy problémát kellett megoldani. A szerelme hívta, aki azt mondta, hogy beszélnie kell vele most. Meg is látogatta, és valaki volt mellette. Lehet már megint megcsaltál a barátnője. Hát bizonyára nagyon meggyűhetett a baja azzal ez a férfi, akivel megcsalta a barátnőjét. És bizonyára bevehette nekem kívül. Szóval ezért adta az irodát. Ha megint úgy csin, mint egy baba. Eddig így van. Egy... mutatni ki egy bizonyítékot. Jaj, még van, elfelejtettem. Vissza kell menni. Jaj, nem ezt. Vizsgálat. Kezdjük ezzel.
Ezt hallgassátok meg, egy kicsit felhangosítom. Körbe ilyen hangos. Né, kapcsol ki, ne mondd meg azt a gombot. Nézz a gomb. Ez egy biztonsági riasztó. Most támogál a Candy, ez tudja, hogy vérem olvas, mert aztán ti utasítja. Mikor volt a főnök megtámadva? Megnyomatta azt a riasztót? Kérdés között azt mondják, hogy az a riasztó nem volt bekapcsolva. És nem volt új lenyomott se rajta. Az áldozat még kesztyűt sem használt. Ez is kell. Fájlokat talált Master Mask-ra. Büntényekről is ír. Tear of Emenon $100,000. Ezekben szerepelnek kincsek, amiket Master Mask ellopott. És ennyit ért az a ellopott tárgy. És elég kicsi lehetett az, ami az később drága. Meg kérdésködöm kellene a riasztóval kapcsolatban. Tehát arra van ez a riasztó, néhány valaki bekapcsolja, akkor riassza a biztonságiakat. Tudnám mondani valamit erről a diasztóról? Balesetben megnyomta azt a diasztót. Miért nem menti a CEO irodába, hogyha a riasztó bekapcsolt? Ez itt a harmadik emelet, és az iroda az első emelete. Hát úgy gondolta, hogy várni kell. Nem gondolta, hogy ez szükséges. Hát ez bizonyítja, hogy elég lusta. A riasztó nem volt bekapcsolva az est? Hát kellett, hogy legyen adat arról, hogy valaki használta azt a riasztót.
Hibát követett el. Mi lehetetlen? Az csak egyszer volt bekapcsolva, hogy egy jó lakó. Akkor történt egy igazság. És pont akkor nem volt ő itt. Október 13, Laudrie Taylor fő kiállítás. Főkiáltás előtti. Hát úgy szívjuk, a kuréni kincs kiáltás tönkrement. Elég szomorú neki. Hát ez volt a legnagyobb esély arra, hogy mit tanulják a szellemi idézés titkát. Hát újra nyithatjuk most, hogy megvan az urna. De ez később még elintézhető, hogy helyreosztott. Hát megtisztíthatnák az urnát is, igaz dolgok vettek. Október 13, Laudrie Taylor. Abszolottan. Adrian Drusz itt van. És van vele egy életeg. Hogy mi a helyzet az urnával? Már megtalálták az urnát. A perrendel hozták ide. Más felesége találta meg. Hát hallotta a híreket. El sem tudja hinni, hogy Mr. Pinocchio lehetett utolva. Magát hibáztatja, amelyet ide hívta Mr. Pinocchio-t. De csak a munkának végezték. Hogyha bocsánatot akar kérni, akkor engednem kell. Mikor bérted fel Mr. Pinocchio-t? 20 nappal ezelőtt. És mikor érkezett meg az a kártya? 10 nappal ezelőtt. Úgy tűnik, Mr. Pinocchio tényleg akart azt az urnát. Büntény helyszínt. Egyik azt hitte, hogy ellopta azt az urnát. Minden egységes. A rablás estjén találná valamit gyanúsat Mr. Pinocchio-ról? Nem tudott volna. El volt rejtőzve. Tehát azt említi, hogy mindig így cselekszik. Hát kellett, hogy legyen valami alibije, hogy elkövesse a rablást.
és bizonyára le volt buktatva itten, de ebben az időpontban. Az urnáról. Örül, megtaláltuk az urnát. De van még zavar. Mi lenne az? De az urna másképp jelent meg. Megint van titka. Méghozzá kettő. Valami titka az urnával kapcsolatban. Tehát ez az utolsó, amit ki kell deríteni. Csak úgy élt véget a nyomozás. Most jött a büntetőcenter. Október 13, büntetőcenter, látogatói szoba. Befejezték a kivallatást? De most ne hagyjatok egyedül még egyszer. Azután nekünk korábban, ugye? Amikor el volt lopva az úrnak. Ez a zsaló levéle volt a kávébiztonsági rendszernél. Úgyhogy megad neki a pénzt. És akkor volt meggyilkolva Kane Bullard. És csak egy rondilát van, ugye? Hol voltál az este? Ez igazat akarom hallani. Az életed ezen múlik. Még mindig azt mondom, hogy mász vagy? Nem ezt mondtam tegnap? A mai tárgyalásod... Megtanultuk a valódi ígyét a tolvajnak. Méghozzá Mr. Pinocchio. Nem ő lopta el az urnát. Hiszen kb. Biztonsági vállalatnál volt akkor. Tehát aki Mask to Mask-ot alatt volt, az bizonyára Mr. Pinocchio lehetett. Szóval a zsaló levél alapján, de... Vagyis amiatt ment ahhoz a vállalathoz. Hát ott szokott dolgozni, ezért tudta, hogy hol volt az iroda. Bekopogott, de nem volt válasz. Ezért keycardot használt, hogy kinyissa az ajtót. Tehát akkor veszítette a bukszáját. De amikor bement az irodába, valaki volt ott. És leütötte. És kiütötte le. Azt nem tudja, hogy kiütötte le. Ez a személy elrohant, és le volt bénulva. Amikor magához tette, szótlanná vált. Ezen nem szabad a nevetni. Nézzétek, hogyan öntögeti a nyelvét. Hát eljön önkösét, hogy valaki úgy halljon meg, hogy öntögeti a nyelvét. Hát egységes egyáltalán nem, de...
De kérdés, ki nevetne ezen? Azt hitte meghalt magától. Úgy gondolta, hogy kell valami tennie a testen. Ő zárta be a szépbe. Csak ő tudta, hogy kell kinyitni. Utána elmenekült. Kicserezte a biztonsági kamerákat. Mert tudta, hogy kell kikerülni, annélkül, hogy lebukott volna. És miért volt kirúgva? Tényleg kirúgtak a vállattól? Nem akarja azt, hogy ezt elmondjuk a feleségének. Bármikor rájönne. Hát, de ez bizonyára csalódna benne, hogyha megtudná, hogy bűnből tartja el magát. Nem bocsátana meg, hogyha tudná, hogy tényleg tolvaj. Véget érni a házasságuk. De miért akartál tolvaj lenni? Mert Desi pénzzel tölti az idejét, mint a víz. Hát nincs olyan meló a világon, ami elég pénzt hoz a konyhára. Csak hogyha átáll tolvajnak. Ezt gondolta. Szóval Desiree miatt vált Mazda Mask-á. De még valamit mutatni kéne. Szóval Kane Bullet itt azt a csaló levelet. Szóval csak Kane Carddal lehet bejutni. Nem ez volt az. Ja, ez lesz az. Ez egy újság az első lopásáról. Itt azt mondják, hogy Master Mask eltűnt. Egy személyben rejtette a kosztümjét. És átváltott biztonsági őr uniformissá. Szóval ő itt Ron Delight. De elvágytunk, ugye? Tehát már azt is tudjuk, hogy az őr itt Ron Delight. Mr. Pinocchio rájött az álcájára. Mert tényleg kiérdemelte az álcdetektívet. Bizonyára Mr. Pinocchio rájött arra az álcára.
és bizonyára haza is vihette. Szóval újra csinálta a kosztümjét. Szóval az áttetektív hozzájutott az a kosztüm, ezt így újra kell csinálnia, hogy újra folytatassa a lopást. Sokáig tartott elkészítenie. És megkapta az első zsaró leveleit. Tehát ez lenne, ez volt az első. Emiatt az incidens miatt volt sok zsaróval vele. Pár nappal, amikor elrabolták a Tear of Eminon ékszert. Az első zsarólevében azt mondták, tudom, hogy te voltál. Valaki rájött az álcájára. Nem olyan könnyű mesteri rablónak lenni. És azt is mondta, hogy van bizonyítéka, hogy te voltál, szóval add fel. Fel kellett adni azt a kincset, és ezért kezdett el lopni. Hogy érted, hogy fel kellett adnod? Ezt azt az ékszert, amit ellopott, azt egy dobozba rejtett el. És valaki 10 000 dollárt küldött neki. Szóval... postán kapta a terveket. Lopási tervek. Voltak utasítások arra, hogy hogyan lopja el a koronát, vagy a festményt, vagy ilyesmi kincseket. Még azt is elmondták, hogy hol tudna elrejtőzni, meg menekül utakat, és tréning terveket is említették. Szóval nem ő tervelte ki ezeket a lopásokat. Az elsőt ő tervelte ki. Ez egy kegyves fészkótól kaphatta azokat a terveket. Hát bizonyára megköszönheted neki, hogy megzsarolta. Szóval Rodia tényleg Mask the Mask volt, de... de a lopások mögött más valaki állt. Valaki, aki kitervelte az egészet adatokkal. Annyit kell csak tennie, hogy egy biztonsági dobozban elrejteni az ellopott dolgokat. Aztán várt a pénzre, postán. És benne volt a tervem az urna is. Sose látta azt az urnát. Csak a utasításokat követte, és és ellopta azokat, amiket mondta, hogy lopjon el. Ez az igazság? De ezt nem mondja egy Dezinek. De miért megyünk, még egy dolgot kéne tudni.
Igen, nem látszom. Biztos, hogy nem teheted meg... Nem, nem. Annyit te csupán bezárta a szép holttestet. Viszont attól félt, hogy valaki leleplezi azt a holttestet, szóval feladta magát tegnap. És miért? Szóval, ha a bíró elítélte volna a lopásét, akkor lenne alibije. Hát az biztos, hogy elég okos volt. Hát nem tehet más, mint hogy megint megvédeni, de most ezúttal a gyilkosság. Ja, igen, szóval attól félt, hogy megvádolják gyilkosságét, ezért úgy döntött, hogy elítéli magát tolvajként. Mert gondolta, hogy ha tolvajként elítéli magát, akkor csak pár évet kaphat. De a gyilkosságért rosszabb ítélet vált volna rá. Élet volt iglan vagy halál. Tehát ezt akarta Rondilán elérni, hogy ne kapjon se ilyet volt tiglant, se, vagy pedig kivégzést. Pearly visszatért. Megvizsgált azt az urnát. Ez itt az igazi urna. Viszont egy probléma van vele. Ezek a festékfoltok. Azt kell megtudni még, hogy a rózsaszín festék hogy kell. Akkor már csak egy dolgot kell intézni. Most, hogy Pearl is itt van, megint egy kis beszélgetés. Már igen nem lát. Megvizsgált ezt az urnát. Szóval le kell lefedni azt a titkot, hogy miért néz ki így az urna. Tehát miért egyszerűen körül kell itt nézni. Examin. Egyik az itt van. Ebben volt az urna. És rózsaszín festék van azon a dobozon. Úgy stimmel a szín is. Így kezdünk rájönni, hogy hogy került belé az a rózsaszín festék volt. A második, amit meg kell nézni, itt van. Hát úgy tűnik meg volt szállva az a festék ott. Ez is stimmel ezzel, meg az unnával is. Minden érthetővé vált most már. Tehát ezt a titkot kell már csak lepetni, és már végeztünk. Take that!
az úrnak. Tudsz valamit az urnáról? Hát ő volt a vezetője a kincs kiállításnak. Hát az urna, ami benne ott volt a tárgyaláson, nem ugyanaz volt, mint korábban. Szerinte hamis. Szerinte ez az egyetlen magyarázat. Várjál! Várjunk csak, ez vagy a másik. Ja, igen, ez az. Take that! Pearl megvizsgálta ezt az urnát. Már lelepette, hogy ez újra lett törve. Egy év eltelt volt utoljára eltörve. És újra megtörtént ez. És miért volt még egyszer eltörve? A kérdésre a válasz... Take that! A poszter adja meg erre a választ. Tehát így kell kinéznie, amikor a kiáltás megkezdődik. Akkor már azt mutatta ki, hogy I am. És megint most azt mutatja, hogy A. Amikor meg volt javítva az az urna, a betűk megváltozott. Nem volt ott, amikor a fotó a poszterről készült. Még ha el is volt törve az urna, semmi közöm hozzá. Valaki bizonyára eltörhette? Hát nem akarja feladni az utolsó szájlokját. Van bizonyíték, hogy el volt törve? Itt. Take that! Rózsaszín festékfotók vannak ezen az urnán. Ahogy ebben a dobozban is. Pont ugyanúgy néz ki, mint ezen az festék. És mit bizonyít ez? Lori Taylor raktárban volt lefestékezve az urna és a doboz is. Take that! A bizonyíték a falon van. Szóval a padlón és a falban is volt a két dolg így egyezik. Hogy itt volt eltörve az urna, lefestékezve.
Eddig még mindig hibátlan. Öltölte az urnát. Nem csak hogy eltölte, de el is rejtette ezt a titkot. Vagy próbált eltrikkolni. Nem nehéz megérteni. Tudja, hogy érez. 2 héttel ezelőtt történt. Amikor a poster fotó történt, akkor igazából... Gondolta, a biztonságban elhelyezheti. Tehát dobozba tette. Elcsúszott egy festékes doboznál, így elvesztette az egyensúlyát. Így bizonyan feldobhatta azt a dobozt. A doboz pedig földre esett. Borzalmas hangot hallott, és azt hitte, hogy megállt a szíve. És a legrosszabbtól félt, amikor kinyitotta a dobozt. Összetört. Zuna megint összetört. Sokkolt helyzetben volt. Nagyok kiáltók. Hát elég ügyetlen volt, tehát majd bizonyan megért. Tudta, hogy ez a legértékesebb kincs a kurény falujában. És ezért meg akarta javítani. De ezek a darabkák elég nagyok voltak. Szóval ezért változott meg az IM-ről Ami-ra. Nem tudta, hogy hogy volt jól leírva. Bármelyik idióta rá tudott volna jönni, hogy Ami... James Ami. Kivéve Pearl. Hát, csak hogy Pearl nem volt elég okos a betűzésben, de Andrews viszont igen. Hát javított változatban tette valahová, úgyhogy senki nem vigye. Szóval ez volt a magyarázata annak, hogy miért nem I am és miért Ami van ráírva. Hát ezért köszönetek kéne, hogy tartozzonak, mert Adrian Andrews helyrehozta azt a hibát, amit Pearl elrontott. Persze így is törött maradt az úr. Amikor elszövékeztek meg, ez a volt nem jelent meg. Hát elég rondán nézek ki, és megalázóan. És ezzel rejtette el azt a festékfoltot. Először még itt volt ez a szobor. A hegyi tréning térben volt. Úgy gondolta, hogy az a szobor kiváló eszköz lenne az, hogy elrejtse a festékfoltot. De még egy dolog furcsa. Amikor az urna el volt lopva, itt volt a szobor. És látható volt az a rózsaszín folt. Hát mivel ő rejtette oda azt a szobrot, hát miért mozdította volna el? Úgyis lebukott volna. Kérdés, hogy ki volt az, aki elmozdította?
Tehát közel volt itt az ajtóhoz elsőre. Aztán valaki valamiért elmondott. Tehát itt most úgy lehetne ezt az ügyet megoldani, hogyha rájövök, hogy mi a különbség az urna ellopása és a gyilkosság között. Tehát ennél kell összefüggést találni. Rondi, hát az biztos, hogy a KB biztonsági vállalatnál volt. Miért jelent meg még egy Master Mask? A gyilkossági per holnap kezdődik, de... De az a tolvaj újra megjelenhet. Folytatjuk. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és mondhatok egy lájkot is. De közelebb a gyilkossági per első rész. Folytatjuk. Tehát a második perre az két részes lesz. Már búcsúzom, szevasztok!